Idősödő társadalmak egész Európában, általában ez a tendencia a kontinensen, és nincs ez másképp idehaza sem. Ez önmagában nem is probléma, de az öregekkel törődni is kell, mégpedig kiemelten, hangzott el a hétfői idős fórumon. Országfüggő, hogy ki hogy érzi magát. Az aktív idősödés éve az Európai Unióban a generációk közötti együttműködést is jelenti. Tehát egyáltalán nem biztos, hogy csak az anyagi szükségletekből kell kiindulni akkor, amikor az aktív idősödésről beszélünk. Nem csak munkahelyteremtésre, bár az is nagyon fontos, hanem arra is, hogy hogyan tudjuk úgy megélni az életet, hogy visszanézve azt mondjuk, hogy ez férfi munka volt. Meglepő adat, hogy a fiatalos lendületéről híres Győrben is a lakosság több mint 20%-át a 65 évnél idősebbek teszik ki. Éppen ezért kezeli kiemelten az önkormányzat a szépkorúak ügyét. Egyre inkább idősödik a győri lakosság, ami egyébként nem probléma, de nekünk mindenképpen figyelmet kell fordítani az idős emberekre. Idősügyi szervezetek működnek Győrben, nem is kevés és nagyon hatékonyan, és velük a kapcsolatot elsősorban az idősügyi tanácson keresztül bonyolítjuk le. A konferencián szó esett az időskori önkéntességről, az idősklubok tevékenységéről, valamint az aktív idősködés és generációk közötti szolidaritás európai évének fontosságáról is. A résztvevők pedig egyetértettek abban, hogy a hazai szépkorúak egyáltalán nincsenek rosszabb helyzetben európai társaiknál, sőt, például Győrben az újjáalakult idősügyi tanács jóvoltából még előrébb is tartanak, mint az öreg kontinens sok más országában.